Szeretettel üdvözöllek titeket, ez a Teremtsd Újra a vállalkozásod beszélgetés sorozat, és itt a stúdióban már fantasztikus a hangulat, mert itt van velünk Balogh Petya, akivel kapcsolatban az első kérdésem az lett volna, hogy tényleg olyan laza vagy, mint hogy kinézel, de most már ez a kérdés nem aktuális, mert olyan vagy, itt a stábot is feldobtad egy pillanat alatt. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Ha megengeded, azért egy formális bemutatást is megejtenék a beszélgetésünk előtt. Balogh Péter, szoftverfejlesztő, üzletember, az NNG navigációs szoftvergyártó cég alapítója, angyalbefektető. 2019 óta a cápák között televíziós műsor szereplője. Péter alapítója és hosszú ideig vezérigazgatója volt az NNG-nek, amely egy nemzetközileg sikeres és díjnyertes vállalat a helyalapú szolgáltatások környezetében. Kapcsolatban áll a legbefolyásosabb és legrangosabb automárkákkal az Egyesült Államokban, Kínában, Németországban és a világ más részein. 1996-ban Magyarországon kezdte pályafutását, és első internetes SV induló vállalkozásait, majd csatlakozott a finn Nokiához, vezeték nélküli technológia fejlesztésére. 2004-ben létrehozta a navigációs szoftverüzletágat, amely végül NNG-vé vált, és innentől már történelem. Na most én itt a bemutatásodban is majd szeretnék egy picit néhány kérdést feltenni, hogy ezzel is ismerkedjünk. Én nagyon-nagyon vártam a veled való beszélgetést, ennek több oka is van. Az egyik az az, hogy követlek, és figyelem a gondolataidat, és már alig vártam, hogy csatlakozzak hozzájuk, és némelyhez kérdést tegyek fel. Te meg itt bedobtad, hogy majd a beszélgetés felénél cseréljünk néha, és igen, majd igen, te is kérdezel. Meg a másik része az az, hogy én vadászok a cápákra, és már a Levente is volt itt, meg Szabina is, és nagyon örülök, hogy most te is megtiszteltél minket, és itt vagy velünk. Igen, láttam, hogy ők is aktívan megfordultak nál, illetve hát azért egy megkerülhetetlen alakja vagy a szakmának, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek. Megtisztelsz, köszönöm szépen. Nos, tudod, hogy mi az első keresés a Google-ben a te neved után? A felesége és a vagyona. Ez a vagyona az igen, első. Igen. Kalambó felesége és igen. Igen, de azt láttam, hogy a magánéleteddel óvatosan bánsz, a vagyonoddal még inkább, de azért sejthető, hogy ez az exit, ahogyan a vállalatodat értékesítetted, kiugrottál, hogy a honlapodon te így írod, hogy kiugrottam belőle, hogy azért az biztos, hogy egy nagyon komoly egzisztenciális szintet. Nem panaszkodhatom. Igazából ott egy jobb féle vagyon összejött, amért azt a 11 évet dolgoztam, és hát nyilván megéri alapítónak lenni egy cégben, megéri tulajdonosnak lenni egy cégben, főleg, hogyha az nagyot szól. De utána ezt sok minden árnyalta, volt egy válásom, ami egy anyagilag is fájdalmas momentum mindig az ember életében. Viccet félretéve, azért nézd megmondani a konkrét, pontos vagyonomat, mert nem pénzben tárolom. És nem is könnyen pénzre váltható dolgokban tárolom, hanem én cégekbe fektetek be. És egy átlag magyar overnight success, egy ilyen hirtelen felrobbanó magyar sztori, az 10-15 év. A Balabit, az egyik sikeres magyar startup, akiket közelről ismerek, 18 év volt nekik. Az NNG-nél 11 év volt, a Ustream-nél is 10 év körül, a Trezoritot tavaly adták el, ott is több mint 10 év után. Úgyhogy ezek elég hosszú távú befektetések, és nem nagyon likvidek, azaz menet közben nem nagyon lehet kiszállni belőle. És minden embernek más a komfortja abban, hogy miben van a vagyona. Van, aki azt szereti, hogyha készpénz áll a számlán, én azért nem szeretem a készpénzt, mert a pénz az csak fogyni tud. Megromlik, nem? Megromlik, így van. Éget is az ember zsebét, de ami rosszabb benne, hogy igazából minden egyes évvel veszít az értékéből. És én abban nem hiszek, hogy lenne olyan befektetés, ami kockázat és munkanélkül az inflációnál, nem a kimutatott, hanem a valós inflációnál többet termelne. Ilyen szerintem most nincsen. Ha visszafelé nézünk, akkor nem nézzük a kockázatot, ha más vagyonát nézzük, akkor nem nézzük a munkát, ami ezzel van. Én viszont nagyon komfortos vagyok azzal, hogyha a pénzem jelentős része virtuálisban van, hogyha nem kézzelfogható, nem könnyen eladható vagy mozgósítható, viszont remélhetőleg nagyon jó tempóban növekszik. Van egy ilyen háromszög, aminek a három sarka ugye az a biztonság, a hozam és a likviditás. Igen. De most egy picit erről beszéltél, ha jól így értettem. Így van, hogy van. Én abszolút a hozamra törekszem, és
Ez szerintem egy vállalkozói tulajdonság is, de talán... De a kockázattűrőség is, viselőképesség is, az egy individuális képesség, hogy ki jobban szereti, ki kevésbé. Így van, és ilyen szempontból én kifejezetten kockázatkereső vagyok, tehát hogy nem az, hogy viselem a kockázatot, hanem élvezem, mert a kockázat az, ahol valami izgalmas történik, amikor valami jó is kisülhet belőle, és én optimista ember vagyok. Azt valahol olvastam tőled, hogyha mindenki balra megy, akkor te neked jobbra kellett menni egész életedbe. Te nem is azt mondtad, hogy úgy döntöttem, hanem mintha késztetést éreznél belőle, hogy neked akkor is a másik alternatíva. Igen, ez szerintem bennem van gyerekkorom óta. Én mindig a saját utamat akartam megtalálni, és egy biztos volt, hogy nem a tömeget akartam követni, és nem ijesztett semmi jobban, mint hogy átlagos életem legyen. Úgyhogy mindig arra törekedtem, hogy ne legyek átlagos, ne azt az utat fussam. Hát sikerült, azt mondhatom. Remélhetőleg igen. És ahogy szoktad mondani, java még hátra van, majd erre később, mert hogy én három idősíkon szeretném ezt a beszélgetést, egy kicsit szeretném, hogy foglalkoznánk a múlttal, utána szeretném, ha körüljárnánk a jelenlegi Balogh Petyát, és kíváncsi vagyok nyilván a víziódra is. De ha visszamegyünk a múlthoz, ezt egy picit apukaként is kérdezem, mert nekem is három gyermekem van, és örök dilemma szerintem azt, hogy a szülők is nézik, főleg vállalkozó szülők, hogy mennyire engedjük a gyereknek a kütyüket. És te sok helyen mondtad már azt, hogy 7 évesen volt az első személyi számítógéped, és 10 évesen, ez hihetetlen számra, de miért kételkednék benne, csak úgy mondom, hogy az lenyűgöző, inkább nem is hihetetlen, lenyűgöző, hogy 10 évesen te azt mondtad, hogy egy világhírű szoftvercéget fogsz alapítani. De most arra vagyok kíváncsi, hogy te vagy egy üdítő példája annak, hogy úgymond kütyűztél, tehát számítógépet bűvöltél már gyermekkorodban is, és most mennyi ember életét tudod jobbá tenni azokkal a szolgáltatásokkal, amelyek a te irányítása kinőnek a semmiből gyakorlatilag, egy vízióból. És arra vagyok kíváncsi, hogy te most szülőként hogyan állsz ezzel a kérdéssel? Én ebben nagyon liberális vagyok. Én azt gondolom, hogy szinte 100%-ig most már biztosak lehetünk abban, hogy nem a 18. században fognak a gyerekeink felnőni. Ugye? Tehát, hogy ez szinte biztos. Amit már most látunk a világunkon, hogy a világunk digitalizált, az életünk szinte minden pontja már digitalizált. A munkánk jelentős része a digitális térben zajlik. Azaz az emberiség szépen lassan, évről évre költözik át, és ezt tudom, hogy rémítő, költözik át az analóg térből a digitális térbe, és az életünknek szerintem lassan eljutunk oda, hogy nagyobb része van a digitális térben, mint az analógban. Ez, amikor megjelent az internet, amikor elindult ez az egész digitalizáció az emberiséggel, a mi korosztályunk még azt mondta, hogy van a valóság, meg van ez a virtuális tér. Ugye? Tehát, hogy ez volt a virtuális. Igen, ez még ilyen olyan, mint a jövőkutatók, amiket így ilyen sci-fi szinten mentek, és igen, az most mind itt van. És az most mind itt van, és kiderült, hogy ez nem virtuális, hanem csak digitális, de ez a digitális valóságunk. Úgyhogy nem, szerintem a gyerekeinknek a képességei, a készségei legalább olyan fontosak a digitális térben, mint az analóg térben. Tehát, hogyha egy gyereket ettől megfosztok, hogyha azt mondom, hogy már pedig 14 éves koráig ne nyúljon számítógéphez, ráér még arra, akkor azzal egy nagyon jó gyereket, egy nagyon jó embert faragok a 18. századnak. De hogyha esetleg a gyerekemnek a 21. században kell majd felnőni, és jó eséllyel a 22-be is belelógnak ők már, azt mondják, hogy egy most születő gyereknek egész jó esélye van a 120 éves kort megélni, akkor azért már 2140-ről beszélünk, az már egy nagyon-nagyon digitális világ lesz. És az, aki érzés szinten, aki készség szinten nem érti a digitális teret, aki nem tudja, hogy gondolkodnak a gépek, hogy találja meg az útját ebben a térben, az lehet, hogy eltartott vagy kitartott, de egy hülye gyerek marad. Ő nem irányítani fogja a sorsát a jövőben, hanem elszenvedője lesz. Kiszolgáltatott lesz. Úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, hogy egy gyereknek szerintem muszáj a digitális teret megismerni, muszáj benne időt tölteni. Ez nem azt jelenti, hogy napi 12 órát kell mindenkinek ebben tölteni. Én, ha rajta múlott, én ebben éltem. Tehát, hogy én gyerekként ennek az extrém véglete voltam, beteges voltam, egész életemben fel voltam mentve testnevelésből, tehát, hogy nekem a fizikai világban nem volt akkora komfortom. Nem voltam annyira népszerű, nem nagyon voltam barátkozós gyerekként, úgyhogy én szerettem a számítógépemmel lenni, és amennyit csak tudtam, vele töltöttem. Cserébe viszont megtanultam azt, hogy gondolkodnak a gépek, hogy tudok velük kommunikálni, és hogy veszem rá őket, hogy azt csinálják, amit én szeretnék.
Ami utána pedig a karrieremnek a nagyját adta, hogy belülről jövően én értem, hogy működnek a gépek, és mit csinálnak, és hogy csinálják. És ezt szerintem nem vehetjük el a gyerekeinktől. Tehát ez szerintem felelőtlenség ma nomádnak nevelni, vagy kőkorszaki ősembernek nevelni egy gyereket. Ahogy értem a szavaidból, itt azért te is arra utalsz, hogy amellett, hogy ezt a lehetőséget biztosítjuk számukra, az aránya fontos, hogy meglegyen az a szociális kapcsolódás is, ami, hogy itt most a szülők attól félnek, én ahogy látom, most már ezt nem is vonnám annyira magamra, hanem az a sztereotípia, hogy beszippantja, és onnantól kezdve megszűnik létezni, mint funkcionális emberi lény, hanem csak egy kocka lesz belőle. De én azt értettem, amit te most mondtál, hogy ha jól értettem, hogy adjuk meg a mozgásteret, adjuk meg a lehetőséget, hogy ebbe is otthonosan mozogjon, és emellett meg majd a saját igényei szerint ebbe elmélyed, vagy amennyire akar ismerkedik vele, és tud emberi kapcsolatokat is megvalósítani. És egy gyerek életében fontos a mozgás, a sport, a játék, a szocializáció, a finom motoros mozgás, csomó minden jó dolog történik az analóg térben is, de nem vághatjuk le a digitális térről a gyerekeket szerintem. A gyerekkorban az egyik legfontosabb dolog az, hogy legyen valaki, aki hisz benne, vagy bennünk, ezt tőled idéztem. Itt most azért is hozom ide, mert hogy pontosan mindenki láthassa, hogy azért nem vagy egy elvetemült kocka, aki csak azt mondja, hogy nyomdok számítógépet, és nem tudom mi, hanem hogy azok az emberi kapcsolatok milyen fontosak. A te életedben kik voltak azok, Petya, akik a leginkább támogattak azokban az években, amikor te így formálódtál, és elindultál ebbe az irányba? Szerintem nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek is, de oviban is volt olyan óvónő, aki nagyon hitt bennem, iskolában is mindig volt egy-egy tanár, aki nagyon hitt bennem, majd amikor már programozni kezdtem, akkor mindig volt egy-egy számtech tanár, akivel együtt ismertük meg ezt a teret, és mókás volt, hogy 11-12 évesen az iskolában végre lett számtekkel is foglalkozó technikatanár, és neki is volt számítógépe, és együtt tanultunk programozni. Mert hogy ez egy új világ volt, még nem volt internet, még újságokból gépeltünk be kódokat, és a tanárommal együtt tanultam én is a programozást, és így jó barátok voltunk, de ad egy olyat szerintem, hogyha egy gyerekben mindig hisz valaki, jobban, mint akár ő hisz néha magában, akkor az ad egy olyan jó értelemben vett önbizalmat, hogy bármit meg tudok csinálni, bármit meg tudok tanulni, hogy én erre képes vagyok. És szerintem ez az önbizalom, ez nagyon fontos a fejlődésünkhöz. Nem érdemes túlzásba vinni, tehát nem Isten komplexusról beszélek, csak arról, hogy elhiggyük magunkról, hogy képesek vagyunk dolgokra. És amit elhiszek magamról, azt idővel meg is tudom csinálni. Fél évig jártál egyetemre, ugye Veszprémi Egyetemre, és eddig ilyen sztorikat, ilyen legendás sikersztorikat, mint a tied is, csak Amerikában láthattunk, hogy Bill Gates vagy Steve Jobs, hogy ki ott hagyták az egyetemet, és te úgy fogalmaztál, hogy te gyorsabban akartál haladni, mint ahogy ők akartak haladni veled. És hogy azóta is eléggé szkeptikusan tekintesz a jelenleg aktuálisan fennálló képzési lehetőségeknél, és ezért is vagy lelkesíve annak, hogy te a saját platformjaidon is képezed a vállalkozókat, és adsz nekik időtálló, vagy éppen aktuális tudást. Ezt hogy látod most? Én azt látom, hogy a teljes oktatási rendszerünk, és az egyetemeink is egy előző kornak a maradványai sok szempontból. Az oktatási rendszerünknek egészen más funkciója volt szerintem, amikor létrejött. Tehát az általános iskolának, a gimnáziumoknak, a szakképzéseknek. A történelme az egészen az ipari forradalomig nyúlik vissza, és az volt a céljuk, hogy egységméretű, egységtudású munkásokat tudjanak képezni, akiket utána a cégek tudnak alkalmazni. A meglepő ír, hogy ma már nem egységtudású, egységméretű emberekre van szükségünk, ugyanis minden, amit egységméretű emberekkel el tudunk végezni, azt a robotok, gépek sokkal jobban csinálják, az algoritmusok jobbak benne, hatékonyabbak benne. Úgyhogy most már nem ilyen emberekre van szükségünk, hanem kreatív, kollaboráló, jól kommunikáló, kritikai gondolkodással rendelkező emberekre, olyanokra, akik tudnak egy kicsit egyediek is lenni, és tudnak valami újat létrehozni, tudnak hozzátenni a gondolkodáshoz, és nem csak a végrehajtáshoz. A másik dilemma szerintem az oktatási rendszerrel az volt, és itt tér össze az egyetemekkel, hogy tudást átadni,
a digitalizáció előtt végtelenül drága volt. Az, hogy egy mester hány növendéknek taníthatja meg a mesterfogásokat, hát ahány odafér hozzá, ez limitált volt. Ezért az oktatási rendszernek az egyik fő szempontja az volt, hogy szépen lassan válogassuk ki ezt a néhány embert, aki érdemes arra, hogy odaengedjük őket a tudáshoz. Ami teljesen blőd, ez a kiválasztási rendszer, amiben az a néhány kiválasztott majd tudáshoz férhet hozzá. Az összes többivel meg elhitetjük, hogy ő egy hülye, és hogy neki nem is kell többet tudni, és ő nem viheti többre ennél. Én azt látom, hogy most már a tudáshoz ingyen is hozzá lehet férni. Nagyon sok szakma, szinte összes tudáshoz ingyen is hozzá lehet férni. Azaz ez az alaptézis, hogy az egyetemeken belül van a tudás, és az drága a hozzáférés, ez megváltozott. A tudás jelentős része az egyetemek falain kívül tartózkodik. Ezt képest még mindig azért az van, hogy egy nagyon erős papír alapú szemlélet megy, akár mondjuk a felvételiknél, vagy bármilyen szelektációnál, abszolút. És én azért tartottam nagyon nagy dolognak, amit te esetleg meséltél egyszer egy olyan szituációt, hogy valaki egyszer kérdezte meg tőled azt, hogy neked van egy diplomád, és azt mondtad, hogy ha ezt még egyszer szóval, akkor te azon az ajtón kijössz, és utána csönd volt. Igen. Tehát, hogy ez a Nokiához, amikor mentem, jelentkeztem oda, és elmondtam, hogy miket csináltam már programozóként, megcsináltam egy tesztfeladatot, és nagyon akartak engem, és mondták, hogy de akkor hogy van az egyetemi végzettségre? Azt írtam, hogy nincs, akkor erről beszéljünk, megmondtam, hogy még egyszer ez felmerül, és akkor nem jövök. Mondták, hogy nem merül föl. Utána, amikor kiérkeztem a Nokiához, akkor Finnország egy nagyon klassz hely, és egy nagyon nyugodt hely. Úgyhogy amikor megérkeztem a Nokiához, akkor nem volt számítógép az asztalomon. Megmutatták, hogy hol lesz és mondták, hogy már beszerezzük a számítógépet, és egy hónap, és itt lesz a számítógéped. Mondtam, hogy hát holnap ott lesz a számítógépen, vagy visszaköltözöm Magyarországra. Ugyanis én nem tudtam, türelmetlen voltam, meg nagy volt biztos az arcom is hozzá, de hogy másnapra szereztek nekem egy számítógépet, valakitől elvettek egyet, de ember, aki a Nokiának diktál, ez nagyon kemény azért, most így sarkosítva, lefordítva, de azért ezek erős dolgok. De én dolgozni akartam. Volt benned, jó, én ezt értem, és valószínűleg ők is ezt a szándékot látták, nem csak azt a határozott, vagy ezt a már gőgös kiállást, hogy te diktálsz, de azért ezek nagyon nagy dolgok, hogy ezeket te így felvállaltad, akkor mai napig így állsz ki a dolgaid mellett? Sokat puhultam szerintem, sokkal kedvesebb vagyok már ennél, és sokkal kevésbé vagyok karcos talán. Jó pár sikersztorit felhoztál, hogy mire az láthatóvá vált, azért ott minimum 10 év eltelt. Én azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy az ember hirtelen sikeressé váljon, általában 10 évre van szükség. És hogy itt, amikor hallgattam az egyik veled való beszélgetést, azt mondtad, úgy fogalmaztál, hogy vállalkozónak lenni szívás, mert az első 10 évben többet van a vállalkozó az arcán, mint a lábán. Abszolút, abszolút. És azt gondolom, hogy ha a cégeket tekintem, és ugye befektetőként cégekbe fektetek, de igazából emberbe fektetek, mert arra jöttem rá, hogy egy cég és a vezetője, az alapító, az ügyvezető, ők együtt fejlődnek. Uh-huh. És sosem tudja tartósan a cég megelőzni a vezetőjét. Tudod, mi az, ami inspirált engem erre a beszélgetésre? Túl azon, hogy ugye azt a gondolatot behoztam még a kamerák indulása előtt, és már azt is ott finomítottad, hogy a dagája minden hajó felemelkedik. Tehát én hiszek abban, hogyha egy szemléletmódot képviselünk, és több ilyen inspiráló beszélgetés van, mint amit neked is most hálásan köszönünk, hogy akkor az a mindsetet, azt a gondolkodást jó irányba formálja. De a másik dolog az volt, hogy találkoztam egy ilyen mondattal, hogy egy vállalkozás volumenét, fejlődésének a szűk keresztmetszete az mindig maga a vezető Igen. személye, és most te is erre utaltál. Abszolút, abszolút. És azt látom, hogy ha egy vállalkozás elakad, nem nő, nem tud profitábrissá válni, ott mindig van egy személyes elakadás. Ott mindig van egy újabb lecke, egy újabb tanulság, egy újabb következtetés, amit még a vezető nem vont le. Amit ahogy ő le tud vonni, ahogy meg tud tanulni, ahogy tud egyet megint fejlődni, akkor a vállalkozás is újra megindul. Úgyhogy azt gondolom, hogy a vállalkozói útnak valahol ez a szépsége is, hogy egészen máshogy kell egy egyfős, egy ötfős, tízfős, százfős, ezerfős céget vezetni, egészen mások a kihívások, mások a feladatok. Más kompetenciákat is igényel. Mást is igényel, emiatt ez az út, ez egy folyamatos tanulási út. Szerintem semmi mással nem lehet ennyit tanulni, mint a vállalkozósdival. És ez egy kicsit az ellentmondásom is talán, hogy én vagyok az, aki azt mondom, hogy az egyetemen ott semmi hasznosat nem tudtak nekem mondani, közben meg én abban hiszek, hogy tudok a lehető legtöbbet tanulni az életben, és én ezt helyezem
egyes számú célomnak, hogy ez a világban lévő változás, Petya, amit most mondtál, ez ugye a formális, az informális közötti különbségre utal, hogy nem csak szervezett keretek között lehet ma már, hanem az internet jó voltából és különböző online platformoknak köszönhetően ma már, hogyha valaki akar tanulni egy adott témáról, akkor erre szertágazó lehetősége van, akár kisgatyába otthonról. Így van, és a másik talán, ami ezzel összefügg, hogy amikor az egyetemen tanítanak vállalkozástant, és tanítanak arról, hogy egy-egy szervezeti problémát hogy kell megoldani, vagy hogy kell büdzsét tervezni, vagy hogy kell stratégiát alkotni, akkor ezt olyan gyerekeknek próbálják megtanítani, akik még sose vezettek céget, sosem volt büdzséjük, és sosem volt stratégiájuk. Elképzelhetetlennek tartom, hogy ez bármi módon hasznos legyen abban a pillanatban. Viszont amikor már több mint egy évtizede vezettem cégeket, és éppen összeraktunk egy MBA programot a CEU-val a felsővezetőinknek, egy ilyen saját programot, akkor a CEU MBA anyagát azt átnéztük, és abból kiválogattuk, úgyhogy ott hozzáfértem ehhez a rengeteg összegyűjtött tudáshoz, és szinte mindent elolvastam, és szinte mindennel már találkoztam addigra az utamon, és szinte mindent a helyére tudtam illeszteni, és voltak nagyon jó meglátások benne, amikre így a homlokomra tudtam csapni, de biztos voltam benne, hogyha ezt az anyagot én elolvasom, annak mielőtt idején vállalkozok az egyetemen, akkor abból semmi nem tud megmaradni. Kellett hozzá az a pár év. Mert amíg kellett az, amíg nincs kérdés bennem, addig nem tudok mit kezdeni a válasszal. Amíg nem jártam ott, addig nem érdekes számomra a térkép. Amíg nincs kérdés bennem, nem tudok mit kezdeni a válaszra. Ez mennyire jó, mert ezek a beszélgetések is szerintem azoknak adnak, akikben már kérdések vannak. Mert a többiek azt mondják, hogy tovább. Jó hír mindenki számára az, hogy két részből áll a beszélgetésünk, és bár most késztetést érzek arra, hogy belekérdezzek azokba a témákba, amiket itt a vállalkozás növekedéséhez kapcsolva magas labdaként feldobtál, de ezt most még egy picit várakoztatom, mert most azt szeretném, hogy az első részben sokkal inkább a te belső fejlődésedre helyezzük a hangsúlyt, és a szünet után szeretnék majd arról beszélgetni veled, Petya, jobban, ami az ötletből a startupig, a startupból a vállalatig, tehát hogy hogyan működnek ezek a folyamatok. De most megint jelentem, készültem, és tőled idéznék, mert én nagyon örülök annak, hogy egyre több élő bejelentkezésed van, egyre több olyan, ahol megosztod azt a tudást, ami benned összegyűlt és tapasztalatot, tehát nem csak tudást, hanem tapasztalatot, amire utaltál is, hogy ez a két evezőnek tekintem én, hogy a tudás és a tanulás, és az egyik húzod a tanulást, húzod a tapasztalást, és úgy megy a csónak. És hogy ehhez kapcsolódani egy hasonlóan engem nagyon elgondolkodtató mondatot írtam ide ki, és ezt szeretném most felolvasni, hogy ezt csatlakozz, ha van kedved. Nem az a legfontosabb ismérve egy munkának, hogy mennyit keresünk vele, hanem az, hogy mennyit tanulunk belőle. Abszolút. Abszolút. Nekem az egyik mércém, amivel önmagamat mérem, hogy minden évben van egy ilyen időszakom, amikor épp már ér véget a tél, még depressziós a világ, de már közeleg a tavasz, és február vége felé születtem, és mindig van egy ilyen pillanat, amikor... Boldog születésnapotokon gondolkodom. Köszönöm. És mindig van egy ilyen pillanat, amikor átgondolom az életemet, amikor egy kicsit számot vetek, és ez mindig a szülinapom környékén van, és a legfontosabb kérdés, amire a választ keresem, hogy tanultam eleget, fogok-e eleget tanulni, hol tartok azzal, hogy ahol most vagyok az életben, ott mennyi mindent szedtem magamra. Nem a bankszámlámat nézem meg, nem autókat számolok a kertben, hanem azt, hogy ahol most vagyok, ott izgalmas dolgokat fogok-e még tanulni, és az utóbbi egy évemben mennyi mindent ismertem még meg az üzletről, a világról, a szakmáról, amit éppen kergetek. És ha azt tudom mondani, hogy fú, ez nagyon izgalmas év volt, és a következő egy évben még rengeteget fogok itt tanulni, akkor maradok. Ha azt érzem, hogy hát ez egy kicsit olyan lett ez az év, mint az előző, és ebben ennyi van, akkor mennem kell. És mindegy, hogy éppen egyetemre járok, mindegy, hogy épp a Nokia-nak a Wi-Fi-t fejlesztjük egy magyar csapattal, mindegy, hogy éppen egy világsikerű cégnek a vezetője vagyok. Ha az a válasz, hogy itt már nem fogok új dolgot tanulni, hanem csak körbe-körbe futkározok, akkor mindegy, hogy mennyit keresek, mert az már nem visz közelebb a célomhoz. Ez nekem megint Steve Jobs jut eszembe egyébként, mert ő volt, aki hozzád
hasonlóan, vagy te hozzá hasonlóan, most nem is így akarom ezeket a relációkat feszegetni, csak arra gondolok, hogy ez a fajta rebellis hozzáállás, mert ez az, tehát hogy te azt mondod, hogy figyelj, a racionális rész az lehet, hogy azt mutatja, hogy itt a gazdasági érdek, itt áll a zászló, itt most minden együtt áll, de ha te nem érzed a bizsergés belülről, akkor váltasz. Igen. És ez erre a te életutad, az eddig is, meg már remélem beszélünk a vízióról is a következő részben, ott az erre egy egyértelmű bizonyíték. Azt is mondtad, hogy nem a hibákat kell számolni, hanem a tanulságokat. Szerintem ez a néhány gondolat, amit az előbb mondtál, ez pont erről szólt. Valahol találkoztam azzal is, utalása is, majd most elető kijavított, hogy te munkamániás voltál annak idején, ilyen munkaholista egy kicsit, hogy így beszippantott ez a dolog, nyilván a szenvedély része által, és nem a pénz által, ahogy ezt most is definiáltad, de most viszont én úgy látom, de ez lehet, hogy csak így kívülről, hogy mintha már nem lennél az, tehát mintha lejöttél volna erről a cuccról, hogy a munkamániáról, most hogyan néz ki az életed, mennyit dolgozol, azt tudom, hogy még aktívan programozol is, amikor éppen úgy van kedved, időd, de hogy mennyire vagy még mindig esetleg így munkaholista, vagy most már így nagyon lazábban, mint befektető, angyal befektető, tudod ezt? Egész életemben munkamániás voltam. Én volt egy olyan időszakom, az első startup, amit építettem, az egyetemet ott hagyva. Volt egy kis lakás a Vámház körúton, amit a befektetőm bérelt, és akkor ő hozta minden nap a vásárcsarnokból a 3 zsömle, egy utitáskrém, kóla, cigi, ez volt a napi apanás, és volt ott egy asztal, egy szék, egy számítógép, és egy gumimatrac. Tehát ez volt ott az élet, vagy ez volt a befektetés, és ott is aludtam. És heti 7 nap, napi 14 óra. Tehát én ott mint a gép dolgoztam egy éven keresztül. Aztán elszállt a Winchester, és ment az egész a kukába, tehát hogy sikerült egy év. Ez nem egy szimbólum volt? Ez valójában a Winchester szállt el? Igen, tényleg, igen. És annyi pénzünk nem maradt, hogy el tudjuk vinni, megmenteni a vinyót, mert hogy van erre egy híres magyar cég, igen. Csak annyira drága volt akkor is már egy ilyen mentési akció. Sándorék? Igen. Igen, nagyon ügyesek, csak hát nem volt pénzünk rá. Úgyhogy ment az egész a kukába. Na mindegy, tehát hogy már akkor is az volt bennem, hogy ahhoz képest, hogy az egyetemen bejárogassak, és mellette programozgassak, meg bulizgassak, az nem vonzott annyira. Az, hogy én napi 14 órában kiéljem ezt az érdeklődésemet a programozás iránt, és orvérzésig dolgozzak, ez nagyon éltetett. És utána ez végigkísért egész életemben, tehát én nagyon-nagyon szeretek dolgozni, nagyon szeretek alkotni, létrehozni valamit, és mindig nagyon sok munkát raktam a cégekbe, amiket építettem. Aztán ennek megfizettem az árát. Tehát ugye azért a munkamániának mindig van ára, és lett egy vállásom, kiégtem többször, és amikor újraépítettem magam, akkor annak a része az volt, hogy Majával, feleségemmel újra egymásra találtunk, őt még az alatt a fél év alatt az egyetemen ismertem meg, ott jöttünk össze, pár hónap után szakítottunk, 20 év szünet után pedig egyszer csak a Facebook feldobott minket egymásnak, és épp a személyes gödreink legalján mind a ketten épp egy szétesett párkapcsolat után, és nehéz helyzetben így egymásra találtunk, és egymást kihúztuk ebből. Akkor építettem újra az életemet. Akkor mondtam fel az NNG-nél, mert rájöttem, hogy az nekem ott már, az már nem az, amit én akarok csinálni, az már nem visz előre. Nem oda akarok menni, ahova az visz. És ebben az új életben ugyanúgy kezdtük, hogy egy Excel táblában megterveztük a heteinket, mert hogy nyugdíjba vonulunk, ez volt a duma. Megterveztük heteinket, hány órát, melyik nap hány órát sportolunk, mikor megyünk rokonokhoz, barátokhoz, színházba, étteremben, moziba tanulni, utazni. Hát egy hetet majdnem sikerült így csinálni. Amikor elkezdtek megtalálni startupok, elkezdtünk velük beszélgetni. Pár héttel később már hetekre előre tele volt a naptár reggeltől estig, úgyhogy ott próbáltam ebből kitörni. Amit sikerült, hogy beszorítottam oda, hogy 10-től 4-ig dolgozom. Na ezt alátámasztom, mert egy előző alkalommal már lett volna beszélgetésünk, és nagyon sajnáltam, hogy elmaradt, az én hibámból egyébként, de hogy akkor próbáltalak kérni, hogy egy picit gyere később, és mondtad, hogy sajnos az nem fog menni, mert te 4-kor
befejezed a munkát. Így van. Ez nem azt jelenti, hogy utána otthon esténként ne dolgoznék egy kicsit, meg amikor főleg megy a cápák között a tévében, akkor ne nyúlna túl egy kicsit, de azért a legtöbb napon én ezt igyekszem tartani, hogy 10-re érek oda, hogy elkezdjek dolgozni, és 4 körül elkezdem letenni a lantot. Plusz-minusz 1-1 óra néha beesik ebbe, de így azért már néha vagyok otthon is, már főzök rendszeresen, már a gyerekeim megismernek, tehát hogy megtaláltam egy új kompromisszumot az élettel. Ha rajtam múlna, és ha a feleségem nem segítene ebben a harcban, akkor valószínűleg én nagyon könnyen visszamennék oda, hogy éjjel-nappal dolgozok. Úgy érzed, hogy visszacsúszná, hogyha ő nem lenne a fék? Az biztos. Biztos. És érzem, hogy van még bennem nagy dobás. Most ez a befektett tőzsdi, nem nyugdíjas munka azért, mert 40 néhány cég, és én sok... Én még 30-ról tudtam. Hát azóta megint lett pár. Igen. Ilyen hát ez. Ilyen ez. De kiszámolja. Tehát, hogy ezzel azért van munka is, de igyekszem ezt keretek között tartani. És igyekszem az életet is megélni. De ebben az is sokat segített, hogy nekem, ahogy mondtad, így 10 éves koromra megjött a küldetéstudatom, ami szerintem baromi jó, hogyha az ember talál egy küldetéstudatot, ami után egy életen át egy ilyen iránytűként mutatja az utat. Viszont ez azzal is járt, hogy én nekem egész életemben a prioritás listám első helyén mindig a munka volt. És ugyan lett később családom, de az úgy lett családom, hogy az első 3 hely az munka volt, és a 4. helyen jött létre a család, és a házasság és a gyerekek. Tehát, hogy mert bennem ez volt, nekem ez volt a kattanásom gyerekkorom óta. Mire ez meglett, és mire kipipáltam a bakancslistát, 35 évesen megvolt az az összeg a bankszámlámon, amit terveztem, a világhírű céget felépítettem, közel 1000 fős céget sikerült, egy egész jó céget felépíteni. Akkor jöttem rá, hogy igazából minden megvan, amit terveztem erre az életre, és akkor volt egy ilyen pillanat, ott volt egy pár év, ami nehéz volt, mert hova megy az ember? Mi a következő lépés, hogyha kipipáltad a bakancslistát? Meg kell halni, vagy most várjuk a halált, vagy mi jön utána? Ha nem tudsz megújulni, akkor elkezdesz így leamortizálni belül, hogy... És akkor volt egy ilyen megújulásom, akkor sikerült új célokat kitűzzek, újra gondoljam, hogy ki vagyok én, miért vagyok itt, mit akarok az élettől. Úgyhogy ez volt egy ilyen fordulópont, amiben már egy kicsit az élet is megjelent, nem csak a munka. Mondtad magadról, hogy nagyon analitikus típus vagy, és hogy ennek kapcsán azt is megfogalmaztad, hogy mindig tele vagy kételjel és kérdésekkel, és itt behoznám azt a mondatot, ami a kamera indulás előtt elhangzott, ugye azt, hogy akkor nem hagytalak rá reagálni, hogy mondom, ha indítsuk el a beszélgetésemet utána élesbe, hogy a dagállyal minden hajó felemelkedik, és erre mondtad, hogy azért ez is csak részben igaz, mert... Azért, mert szerintem, amikor éppen dagály van, amikor éppen húz, akkor is a hajók jelentős része oda van kötözve egy szöveghez. És akkor is a vállalkozók nagy része nem tud ezzel élni. Tehát, hogy hiába jön a dagály, lesz, aki nem él vele. És mert te azt mondtad, hogy amikor így izgalmassá válnak az idők, amikor jön egy COVID, vagy jön valami nagyobb változás, ott derül ki az, hogy ki a jó vállalkozó. Azt gondolom, hogy a növekedés is egyfajta változás, de egy hosszú növekedésben bele lehet kényelmesedni, be lehet arra rendezkedni, hogy azt hiszük, hogy értjük a világot, és már kész válaszaink vannak. Aztán jön egy ilyen pandémia, és akkor újra kell gondolni mindent, mert hirtelen a jól felépített, gránitba vésett szabályaink mennek ki az ablakon, és újra vállalkozóként, újra startupperként meg kell fejteni a pillanatot. Van egy mondás, miszerint a temető a leggazdagabb hely, mert hogy ott vannak eltemetve azok az üzleti ötletek, meg remek kreativitás, amit nem mertek az emberek kibontakoztatni, mert hogy féltek a kritikától, féltek a megítéléstől. Ahogy te mondtad, egyszer te is félsz, vagy nem te félsz, hanem nem szereted, nem bírod a kritikát, valahogy így fogalmaztál. Ez már lehet, hogy azóta árnyalódott, de amikor te így felvállaltad azt, hogy megosztod az emberekkel azt, ami benned felhamozódott tapasztalat, tudás,
akkor nyilván elkezdtek lőni rád, tehát hogy jöttek a kritikus megjegyzések. Te most mit kezdesz ezzel, hogy éled meg, mit javasolsz azoknak, és ez lesz az első etapunknak így a kerete, hogy ha valakinek van egy jó ötlete, mert azért te ugye azt is mondtad, hogy ha mindenki balra ment, akkor én nekem jobbra kellett menni, tehát azért biztos, hogy életed során többször megélted azt, hogy finoman szóval nem értettek egyet veled, de ennek ellenére te követted a belső sugallatodat, és most ugye a social media meleg ágya ezeknek a fröcsögéseknek, ezt én is személyesen tapasztalom, hogy te mit teszel és mit javasolsz még inkább azoknak, akikben van egy idea, van egy belső vágy, és van bennük egy félelem is azzal kapcsolatban, hogy hát ők ezt azért nem akarják, köszönöm, ezt azért nem kérem, hogy itt engem ennyien bántsanak, hogy te ezt hogyan árnyalod, hogyan közelítesz ehhez? Két dolgot mondanék, az egyik egy sztori. Amikor elkezdtem a saját cégemet építeni amellett, hogy a Nokia-nak egy ilyen kis saját cégen keresztül alvállalkozóként bedolgoztunk, elkezdtem a saját játékcégemet építeni, annak az igazi fordulópontja az volt, hogy készítettem ingyen játékokat ilyen kis okostelefonhoz hasonló eszközökre, még az okostelefonok előtt, és ingyen adtam őket, és csak pozitív visszajelzés jött, amíg az egyik fórumon egy ismeretlen, tehát egy ilyen anonymous user, valószínűleg egy hülye kis tinédzser valahonnan, az egyik készülő új játékomról kreáltam egy fotót, és azt írta rá, hogy this looks like shit. Hát az elég szarul néz ki. És ezen annyira bepipultam, hogy az ismeretlen tinédzser valahonnan az internet sarkából beszólt valamire, amit én munka mellett ingyen a közösségért csinálok, hogy úgy felszívtam magam ezen, hogy megcsináltam a platform első professzionális játékát. Azaz... Inspirált téged a kritika? Felbosszantott, és kihozta belőlem a bizonyítási vágyat. Kihozta azt a nagyon erős bizonyítási vágyat, ami bennem van, hogy én meg akarom mutatni, hogy lehet ezt jól is csinálni. És ha ő nem szólott be, akárki is volt az, akkor valószínűleg nem indulok el ebbe az irányba, vagy nem így indulok el. Oké, Petya, de benned van egy X-faktor, tehát azért de neked ez olaj volt a tűzre, és egy pozitív kimenete lett az egésznek. Igen. Igen. A másik oldalról pedig nyilván vannak olyan kritikák, amivel meg nagyon nehéz mit kezdeni. Azokon most már nagyon... Szerintem most már kezdem jól kezelni ezeket. Amikor elkezdtem social médiában megjelenni, az első platformom a LinkedIn volt. Én voltam az első, aki elkezdett magyarul posztolni a LinkedIn-en. Úgyhogy ott is elkezdtem kapni hideget, meleget, és van egy folyamatos szorongás, mai napig van bennem egy folyamatos szorongás a szereplésekkel kapcsolatban, tehát amikor megy a cápák között a tévében, amikor kirakok napi több videót TikTokra, akkor mindig ott van bennem, hogy vajon mit mondok rosszul, kit sértek meg, mibe lehet belekötni, mire nem gondoltam, hol kapok az arcomba valami komolyabb kritikát, vagy akár jogos kritikát, mert valami hülyeséget gondoltam abban a pillanatban. Tehát, hogy ez együtt jár egy szorongással, amivel ezt legyőzöm, az egyik az, hogy tudom, hogy bármit csinálok, mindig lesz olyan, aki beleköt. Nem miattam, hanem miatta. És hogy akik belénk kötnek az interneten, az javarészt nem rólunk szól, hanem javarészt róluk szól. És találtam egy nagyon jó analógiát, ami nekem borzasztó sokat segít. Egy kicsit olyan ez, mint a torreador és a bika. A torreador ott van, elegáns táncmozdulatokkal közlekedik, neki drukkol, mondjuk a közönség java. És áll szembe vele egy nagy, dühös, büdös, feldődött, agresszív állat, aki őt meg akarja ölni. Oké, most tegyük félre azt, hogy őt azért akarja ezt, mert addig piszkálják szegényt, amíg ilyen állapotba kerül. És hogy a troll, aki belénk köt, az igazából olyan, mint egy felénk rohanó bika. És a legjobb, amit tehetünk, hogyha mi a torreadorok leszünk. Ha mi nem változunk egy másik bikává, hogyha nem lemásoljuk az ő agresszióját és brutalitását, hanem azt mondjuk, hogy jön felém, rohan felém egy bika, hogy tudom tánclépésekkel őt kivégezni. Hogy tudok én maradni az elegáns torreador, aki ügyesen ellép a bika elől, és kis szúrásokkal kivégzi őt. És erre gondolok mindig, amikor valaki belém köt, mindig azt próbálom megtalálni, hogy igazából én nem a bikával harcolok. Mert az az első, belém kötött valaki, hogy csapok vissza. Hanem ebből kilépek, és azt mondom, hogy social médiában vagyok, egy színpadon állok, ott a közönség néznek minket, jön egy bika felém, akkor én ki vagyok, én a másik bika vagyok.
az nem lehetek a másik bika, nem akarok bikának tűnni. Ha én is agresszívan válaszolok, akkor engem is bikának néz még a végén a közönség. Én a torrádor vagyok, hogy leszek torrádor? Bármennyire is bántó vagy csúf, amit mond, vagy ahogy viselkedik velem, hogy tudok ebből viccet csinálni, hogy tudom ebből a szituációból azt kihozni, hogy a közönségem jól szórakozzon. És innentől kezdve ez egy játék, ez egy kihívás. És ez a játék általában azzal végződik, hogy az eredeti kommentelő bika törli az ő bejegyzését. Tehát, hogyha addig eljutatom, hogy már mindenki rajta röhög, és ő egyre dühöttebb, és egyre csapkodóbb, és már mindenki rajta röhög, akkor én nyertem. Úgyhogy ezzel a játékká formálom át az összes ilyet. És Halmi Bencétől láttam egy nagyon jót. TikTokon beszóltak neki, hogy az orra is milyen. Úgyhogy készített egy videót, ahol megmutatta, hogy igen, az orrom így ferde, a szám ezért nem szimmetrikus, a fülemnél itt van egy kis sérülés rajta. Megmutatta az arcán, hogy mennyi aszimetria, mennyi kis apró hiba van egy emberi arcon. És ez zseniális volt. Ő is azt csinálta, hogy itt egy bika belém rongyolt, nem azt mondtam, hogy bezzeg a te fejed milyen, hanem megmutatta, hogy igen, egy ember vagyok, így nézek én ki. Legyen ez a zárszó akkor az első beszélgetésünkben, az első felében a mostani beszélgetésünknek. Úgyhogy tőletek most elköszönünk, köszönjük a figyelmeteket, ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mert most mi tartunk egy rövid szünetet, ami nekünk néhány perc lesz, nektek néhány hét. Ha nem akartok lemaradni a folytatásról, akkor iratkozzatok fel, köszönjük a figyelmeteket, Petya, köszönjük, hogy itt vagy velünk, hamarosan folytatjuk.